Véglegesítette eddig csupán ideiglenes elnöki tisztségét Liviu Dragnea a szociáldemokrata párt élén. A legnagyobb kormánypárt nem kongresszuson, hanem minden párt tagnak kiírt általános választásokon döntött az elnök személyéről. A szavazási procedúrára azonban negatív fényt vet és olcsó populizmusra utal, hogy Liviu Dragnea egyetlen jelöltként pályázott a pártelnöki funkcióra. A PCD adatai szerint a párt tagok több mint 80%-a vett részt a szavazáson, és 99,5%-uk támogatta az egyetlen jelöltet. Liviu Dragnea az első olyan pártelnök a posztkommunista Romániában, aki ellen érvényes elmarasztaló bírósági határozat van érvényben, választási csalás miatt ítélték felfüggesztett börtönbüntetésre.